Dalinka, kinek mi jut eszébe ezen szó hallatán? Dalinka. Nekem mi jut eszembe Dalinka szó hallatán? Húha! Húha! Gábor? Addig nem mondom. A múltkor az egyik kollégám kijavított, hogy ez valami szláv eredetű szó, és ez azt jelenti, hogy völgy. Tényleg? Én megnéztem a neten, és egy szlovák falunak a neve. És akkor azt jelenti, mindenhol Dolinka, mert minden városban van Dolinka, nem csak Slobodarjában. Itt nem olyan olyan messze, valami Inámnak hívják a másik nyelven, még meg elcsinálják, hogy mégis van nyitva. Jó, de Szlovákiában van egy másik falu is, ami sokkal híres. Szlovákul hívják Dolinkának elvileg. De Szlovákiában van egy másik sokkal híresebb falu is. Havaj. Ja. Ja, ez Dolina, mondom. Ez ismerős. És szerintem a szlovák falunak van hozzá köze? Szerintem igen, egy, valamilyen szinten lehet, hogy van neki, mert na, ugye... akkor mondom úgy, hogy Zója Liget. Így ismerős? Nem. Zója Liget. Nem. Úgy még inkább kevésbé senkinek? Szerintem. Nem vagyok elég öreg, még én sem, na. De akkor én elég öreg vagyok. Hát sem vagy, utána néztél. Zója Liget. Szóval, hogy egyébként ez az Inám nevezetű település, amit magyarul hívnak Inámnak, szlovákul meghívják Dolinkának, ez egyébként itt van tőlünk nem messze. Azt mondja az Wikipédia, hogy Balassagyarmattól 10 kilométerre nyugatra. Na de azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy nem csak Slagotájában van Dolinkának nevezett rész, hanem szinte minden városban és faluban. Én még máshol nem találkoztam Dolinkával. Hol van még Dolinka? Hol van még Dolinka? Hát mit tudom én, a apukámnak a szülőfalujában Ikladon is van egy olyan, hogy Dolinka. Miket meg nem tud ezen. Meg hát azért szegedi kolléga is onnan tudja azt, hogy mire beszélek, hogy Dolinka. Ott is van völgy. Nem, ott elég nagy nyelvzseni és különböző nyelveknek a dolgait is tudja, és tudja, hogy honnét jön a Dolinka szó. Völgy nincsen, azt nekünk kell vinni majd legközelebb. Van egy ilyen fotó. És milyen nyelven jelent völgyet egyébként, bocsánat? Valamelyik szláv nyelven, nem tudom, hogy pontosan szlové, vagy szláv, vagy nem tudom, valami ez betűs. Lehet, hogy szingapúri? Nem. Van egy régi fotó fenn a Salgótelen régen is most Facebook oldalon, és ott az van odaírva, hogy a sokrétű városépítési tennivalók közül nem maradt el a pihenésről, szórakozásról való gondoskodás sem. Egész sor pihenőpark, játszótér létesült. Közülük legkedveltebb a Zója Ligeti gyermekpark és játszótér a hozzá tartozó állatkerttel. Szerintem ezt kérdezzük meg a nézőket, hogy mit jelent az a szó, hogy Dolinka, mert... Én most közben beírtam a Google fordítóba, és azt mondja a völgyre, szlovénul is és szlovákul is, hogy amúgy Dolina. Dolina? Nem Dolinka, hanem Dolina. És ez a víznyelő egyébként. Lehet, hogy azért Dolinka, mert van-e egy ilyen magyar kisebbítőképző, hogy víznyelőcskénk. Víznyelőcskénk. Egyébként nagyon érdekes a kiakítása. Nemrég voltunk ott Nórival és Hranek Feri bácsival, a Roma Önkormányzat vezetőjével a Dolinkában, mégpedig egy helyszín bejáráson, ahol... Hát eléggé furcsa állapotokat fotóztunk, nem tudom, amikor ott sétálgattunk, nekem nagyon kettős érzéseim voltak. Olyan, mint Dubaj, nem? Igen, olyan, mint Dubaj, csak egy kicsit kihaltabb, tehát, hogy nem tudom, így visszaemlékezve így, hogy a Dolinka, nekem, köszönöm kérdéseteket, hogy nekem mi jut eszembe a Dolinkával kapcsolatban. Igen, szeretem megkérdezni. Ott is ez a kettőség, hogy így a városnak olyan része, ahol, amiről tudom azt, hogy régen szép volt, jó volt és csillogott-villogott, mert akárhányszor elmentünk arra, vagy a közelébe, papa, mama, anya, mindenki mesélte, hogy amikor ők gyerekek voltak, akkor ott milyen élet volt, a majálisok, amik most is megvannak, de ugyanúgy ott van a elhanyagolt terület, a kicsit lelakott játszótér, amit egyébként a roma önkormányzat nagyon szépen fenntart és rendben tart, és most már folyamatosan napi szinten viszik el a szemetet, van tűzifa kikészítve, tehát minden egyéb ahhoz, hogy az ember azt jól érezze magát. Bár mondjuk az erdőtől számított 200 méteres közöttben tűzgyújtási tilalom van, tehát effektíven az erdő közepén sem lehet jelen állapotban tüzet gyújtani. És akkor, tehát mindig ez a kettőség volt a Dolinkában, hogy egyszer szép volt, de most már nem az. Emlékszem, hogy amikor még kicsi voltam, akkor még valami maradványa volt az eredetinek, még a hajóhintában talán én is ültem egyszer, vagy kétszer.
de ugye utána azokat onnan elvitték, mert vas játszik voltak még azok, fémből voltak. Valahogy úgy mindig is elképzeltem, hogy azok a kavicsból kirakott gátak, hogy a tó lehetett, víz, patak, csobogó, de azt már nem láttam. Azokat már csak fotóról látja az ember, meg nyilván a macit is. Fú, nincs meg most hirtelen a neve, pedig tudtam a nevét a medvének, ami ott volt a dolinkában. Én nem tudom a medvének a nevét. Az én tesóm még járt ott úgy, hogy megvolt a medve. Azt a... Mindjárt Taps, vagy valami. Na, medve. Nem tudom, mi volt a medvének a neve, pedig ezt tudtam. Mása? Nem, az egy meséből van. Mindegy, engedjük el. Aki tudja, esetleg írja meg a... Nem klón volt szerintem, nem? Tessék? Nem klón volt. Nem klón volt. Nem valakinek a mása. Okay. Köszönjük szépen. Nem tudom. Bocsánat. De valami tipikus maci neve. Igen, ilyen tipik orosz maci neve volt a medvének, és nem jut eszembe. Ez ilyen lúpolt, cirip-cirip. Ki kell kapcsolni. Medve barang, tehát sehol se írja, pedig tudtam a nevét. Na mindegy, majd ha írjátok meg, hogyha nektek megvan az, hogy a mindjárt dolinkai medvét hogy hívták. Szóval, hogy ott járkáltunk felső alá, és tervezgettünk nagyon. Kicsit, nem tudom, olyan túl lelkesen is, én úgy éreztem. Nóri, mit terveztünk mi a dolinkában Ranek Feri bácsival? Hát alapvetően az alapvetésünk, hogy a dolinkában lévő padokat, azokat újra kéne festeni. Ennyi az egész koncepció, ami Miska. Nagyon jól eladtad az hallgatóknak. Hát, Miska. Miska, megírtánk? Nem, kikerestem. Tehát Miska, Maci, köszönjük. Szóval, hogy... Elég gramaty állapotban vannak az ott lévő padok, ugye vannak ilyen betonpadok, meg vannak most már ilyen fából készült ilyen beülős padok is, és ezeket szeretnénk egy kicsit megjavítani, meg ott persze hozzátartozó asztalokat is egyébként. És már kétszer is írtunk erről a dologról a Facebook oldalunkon keresztül, és általában mindig nagyon nagy lelkesedést kaptunk az emberektől, mindig mindenki mondta, hogy hát ők is szeretnének jönni, úgyhogy most már remélem, hogy kijelenthetjük, hogy igen, tényleg lesz egy ilyen eseményünk, és remélem, hogy az időjárás is kedvezni fog nekünk, úgyhogy kedves mindenki, majd hamarosan jön egy poszt arról, hogy akkor pontos dátum, pontos mindenféle részletek, időpontilag nem tudom mélyleg, lehet majd jelentkezni, hogy ki mit szeretne csinálni, lehet majd festeni, lehet egy kicsit kertészkedni, lehet takarítani is persze, lesz egy kis kaja, lesz reményeink szerint egy DJ-nk is, és akkor egy ilyen jó hangulatú egésznapos esemény, kiegészülve egy kis, hát úgy néz ki, hogy lesz bográcsozás is, nyársolás, ilyen csalonosütés. És Levi be fog öltözni medvének. Levi fog beöltözni medvének, húha! De kedvezve nem zárjuk be, hanem majd így egyszer csak megjelenik az erdőből is. Brum, 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 brum. És akkor mindenki megnézzük, hogy elszaladnak-e az emberek, vagy sem. Hát én most nem azért levente, nem olyan félelmetes. A medveruha nélkül nem, de medveruhával, nagy ekkora karmokkal. Alapvetően nem tudom, nekem furcsa volt az, hogy ott van az a kis nyugodt park, egyébként a belvárostól megint csak nagyon közel, és hogy nem került oda a fejlesztés az elmúlt X időben. Tehát ez nektek nem furcsa, vagy nem tudom, vagy ez nem tűnt fel sose az embereknek, hogy azért, ha parkért harcoljanak? Vagy ez így jó volt, az jó volt arra, hogy minden évben írjanak belőle egy cikket, hogy a dolinka folyamatosan csapusztul. Szerintem az a dolog az valakié volt, nem? Nem az acélgyár üzemeltette, vagy? Igen, az acélgyár üzemeltette, de utána a városi fenntartásba került. Tehát amikor még én gyerek voltam, akkor rendszeresen mentek oda iskolával kirándulni, meg minden, és mindig rendben volt tartva. Volt neki gazdája, és akkor utána hát tényleg az történt, hogy tehát múlt az idő, hogy egyre inkább, hát tulajdonképpen, hogy nem csinálsz vele semmit, akkor magától is végez vele az erózió. És hát végzett vele az erózió elég rendesen, és nagyon boldogan láttam, amikor kirakták ezeket a fából készült ilyen kis beülős dolgokat annak idején, nem is tudom, 5-6 évvel ezelőtt talán, vagy ilyesmi. Tehát nyilván, ha valami fából van, akkor az még több törődést igényel, úgyhogy ezt mi is látjuk a kerítésünkön. Szóval igazából ez is egy olyan példa, hogy megcsinálni valamit, kitenni valamit, az könnyű, fenntartani,
úgy, hogy az megmaradjon és használható legyen sokáig, az sokkal nehezebb. Jajon. Ezt beszéltük a múltkor is valami más dolog kapcsán. És most mi segítünk a fenntartásban. Most mi fenntartjuk, igen. Hányan kenhették le azokat az asztalokat? Én láttam a képeket, amiket csináltatok, hogy ilyen círmos színű az egész már, mert annyi fajta különböző festékréteg volt rajta. És úgy pattog lefelé, igen. És akkor most hány ember vett ezt a fáradtságot arra, hogy oda mennyi és a dolgot lefesse már az elmúlt nem tudom mennyi év alatt? Hát nem tudom, hogy mennyi ment oda és mennyi vette a fáradtságot, de azt tudom, hogy mi azt szeretnénk, hogy egy körülbelül 50 kötőjel 100 ember jöhetne. Attól függ, hogy lesz vagy nem lesz medve. Lesz vagy. Medvével együtt 51. Ez lementétől függ szerintem. Hát, hogyha lesz medve, akkor kicsit többet kell hívni, hogy ja. Ha elszaladnak, akkor is még maradjon valaki, aki festeget, nem? Értem, mindent értek. Ja, szóval nem tudom egyébként, hogy kifestette le korábban. Erre vonatkozóan nekem nincsenek információ, nem tudom, ti tudjátok-e esetleg, vagy... Nem tudom, de biztos, mert hogy fesember lehet. Mert egyébként nagyon színes dolgok amúgy, tehát, hogy... nem is tudom, van benne mindenféle random színű, ilyen rikító, sárga, zöld... Szándékos volt? Piros, fotók, nem tudom sem. Szándékos volt, hogy ilyen színűek, vagy csak úgy hogy olyan jobban kiemelkedjék az erdőnek a zöldjéből? Én megmondom neked teljesen őszintén, én nem tudom, hogy kik festették azt le korábban. Szerintem az első kérdés az, hogy ki az, aki ezt használná, tehát ki az, aki oda menné szívesen, mert hogyha ezt nem értjük meg, akkor nem tudjuk, hogy mennyien akarják használni, és nem tudjuk, hogy mennyire fontos vagy értékes, nem? Hát amúgy nagyon az, tehát hogy akárkitől így hallottuk mi is, meg amúgy Feri bácsi elmondása alapján is, egyébként nagyon sokan járnak ki oda kutyát sétáltatni, hiszen nem is tudom, hogy tudunk egyáltalán oda úgy kimenni, hogy ne jönne valaki szembe egyébként. Tehát, hogy kutyát sétáltatnak, gyerekekkel mennek, babakocsival, mit tudom én, azért nyársolót is használják, mert látszik rajta, hogy használva van. Tehát, hogy azért mennek ki csoportosan is emberek, szóval én nem érzem azt, hogy ne lenne rá igazán szükség, és most ha belegondolsz, egy rossz és egy elég gagyin kinéző padokról beszélünk, azért, hogyha az le van festve, akkor valószínűleg nagyobb örömmel használja az ember. Ez egy üléshely lesz, vagy mi? Ülésterem. Engem egy kicsit mondjuk az a saras környezet elijeszt, vagy nem tudom. Hát nem akar kell menni kosárval. Hát nem akar kell menni, de itt mindig ilyen puha a talaj, mert nincs, ami megfogja egy fenyős erdő közepén a talajt is. Hát de nem, nehogy már le akar betonozni a... Nem szeretném lebetonozni. Mindjárt mutatunk fotókat is, hogy miket fotóztunk a helyszínbejáráskor. Ugye most a mostani állapotokat, és ugye ezt szeretnénk egy kicsit felfrissíteni, üdévé tenni. A fotókat? Például nem, a helyszínt. Például arról is beszéltünk, hogy nincsen tábla, vagyis hát volt valami régi tábla, de hogy megkopott. Emlékszel, volt egy makmarcis tábla. Hogy üdvözlünk a Dolinkába, semmi ilyen tábla nincs, úgyhogy egyébként nagyon vicces, de Dunrit megvitatjuk közben alatt meg minden, hogy már tervezi a Dolinka táblának a dizájnját. Valami már látható ebből? Hát... Mik lesznek a színek? Ez egy nagyon jó kérdés. Pont itt Leventével beszéltük az előbb, hogy a zöld meg a barna az egy adott szín ugye az erdő miatt, és, aha. És tök fura lenne, hogyha mondjuk a padok is ilyen kizárólag zöldek lennének, mert akkor így nem tudom, szerintem beleolvadna nagyon a dologba. És akkor arra gondoltunk, hogy egy például ilyen citromsárga, narancssárga, sötétebb narancssárga, tehát itt olyan ilyen bordós, vöröses szín, az úgy kivillan, de mégis olyan modern jellegű az egész. Uh-huh. Meg szerintem, ami padon nagyon jól szokott még kinézni, ez a sötét ilyen rozsdaszín talán. Uh-huh. Meg, amit meg szintén beszéltünk, hogy az is nagyon jó lenne, hogyha nem csak egy színűek lennének ezek a padok, hanem ilyen mintások lennének. Majd egyébként lesz egy olyan lépésünk, szeretnénk majd megkérni így az embereket, hogy ugyan mondjátok már el nekünk, hogy milyen mintákat festegetnétek a Dolinka padokra, mert szerintem az is tök érdekes lenne, hogyha úgy, mint ahogy a Calvary-el igen, de azért nem, én bevallom, szintén nem vinném annyira túlzásba a dolgot, mert ott azért minden egyes pad teljesen más színű, teljesen másfajta minta van, nagyon sokféle szín jelenik meg, és szerintem a Dolinka akkor lenne egy ilyen szép, hogyha ilyen tekintetben is egy kicsit egységesebb lenne, tehát hogy
mit tudom, ilyen valahogy nekem, de tényleg ez egy ilyen személyes vélemény, persze, hogy meg lehet köpködni, meg mit tudom én, de szerintem akkor lesz valami igazán szép, hogy valami úgy olyan egységesen és koncepcióval mögötte. Igen, és ott is megcsináljuk azt, hogy akkor minden padnak lesz valami fajta neve, vagy valami azonosítója, hogy ezért hashtag, ezért idejövünk. Egy emlékfalat itt szeretnénk, hogyha minden igaz. De mondjuk, hogyha van a padoknak neve, akkor tök jó, mert akkor ilyen azért kisebb ilyen tínédzser bandázáshoz lehet mondani, hogy fú, mi azért akármelyikben vagyunk, mi a Makmarci padban vagyunk. Ja. Na jó. Ja. Túlzások meg egyébként, amit Bence is mondott, ilyen üdvözlő sztori, hogy egyébként van, ahogy kimentünk, nekem ez fel se szokott tűnni ez a tábla ott, amikor így lefordulsz a rögtön, ahogy le kell fordulni az útról, és ugye megy be az erdőben még az autóút, akkor ott van egy ilyen tábla, ez a Dolinka pihenőpark névre, vagy mit azt mutató tábla, de szerintem az is olvashatatlan, mert nem tudom, megkopott az idők során, nem tudom, hány évvel ezelőtt kirakadták oda, de nagyon rossz állapotban van már, úgyhogy azt is jó lenne egy kicsit majd felújítani, úgyhogy lesz, reményénk szerint lesz egy olyan csapat is, aki annak a felújításával fog foglalkozni ezen a napon. Illetve amit beszéltünk még, ugye, hogy van ez a kis fehér ilyen ház, ami ugye régen a lövész valamihez tartozott, én nem is tudom pontosan, hogy ez hogy hívták. Lőpavilon. Az, igen. Szóval, hogy az ugye most fehérre van festve, abban vannak ilyen, hát van egy ilyen tároló benne, meg ott van előtte a színpad, de hogy ennek ugye a fehér háznak a falára lehetne ilyen üdvözlő szöveget festeni, és akkor nem egy plusz tábla még ott, amit oda ki kell rakni, és akkor megint csak nem biztos, hogy valaki ezt utána karban tartja rendesen, hanem ennek a fehér lefestett oldalfalra, ami mellett biztos, hogy elmegy mindenki, hiszen ott kell bemenni a Dolinka részre, oda lehetne ezeket az információkat felfesteni, akár úgy, hogy mit tudom én, a mosdók nyitvatartás idejétől kezdve a nem tudom az, hogy... Vannak mosdók? Vannak, igen. Amit reggel nyitnak, este csuknak. Igen, szóval hogy ilyen tekintetben minden ilyen hasznos infót, akár azt, hogy nem tudom, meg ilyen kis mini kisokost, vagy ilyen szabályrendszer, vagy nem tudom, tehát hogy bármilyen ezt is ki kell megtalálni, hogy mit lehetne oda pontosan felfesteni, de alapvetően az a lényeg, hogy ott lenne ilyen üdvözlő fal, amin ilyen legfontosabb információkat lehetne megkapni a Dolinkába érkezőknek. Ez tök jó. Akkor mi a következő lépés? Hát a következő lépés az, hogy ugye most már ténylegesen fixáljuk az időpontot, mert egyébként már egy jó ideje megy ezen a húzavona, hogy április 23 szombat lesz, vagy május 7 szombat, de most inkább arra áll a dolog, hogy ez március 20... Március? Április, bocsánat. Szóval inkább arra áll a dolog, hogy április 27 lesz. Ugye? Jó számokat mondok? Én nem tudom, mondasz bármit. 23-at mondok. Túl sok a szám. Igen, április 23 szombat. 23-at kellett volna. Szóval inkább ez a valid dátum, ez az április 23, és még egy utolsó levéltől függ igazából, ami annyira nem is feltétlenül függés, úgyhogy most inkább azt mondom, hogy 90%-ban biztos, hogy április 23 lesz. Mit kell vinni, hol kell jelentkezni? Igen, ezek lesznek a következő infók. Amint ez ténylegesen fixálódik ez a dátum, akkor kimegy erről egy bejegyzés minden ilyen infóval, hogy milyen ruhában lehet jönni, mit kell hozni. Dresscode? Testős? Hát most mit tudom, hogyha ezért az embereket szerintem célszerű emlékeztetni arra, hogy játszós ruhába jöjjenek, ne pedig a estébe. Meg mit tudom, ilyen infók, és akkor lesz mellette egyébként egy ilyen űrlap, amit majd szeretnénk, hogyha mindenki, aki szeretne jönni, kitöltene, ahol néhány olyan kérdés is lesz, hogy mik azok a tevékenységek, amikben ő részt szeretne venni, lesznek kajafelelős emberkék, lesznek ilyen festős csoport, lesznek kertészkedős csoportok, stb. És akkor ezzel egy kicsit így felmérjük, hogy akkor hány emberre lehet összesen számítani, ki mi az, amihez, tehát hogy tényleg ilyen arányokat felmérni, meg látjuk azt, hogy egyáltalán mekkora az érdeklődésre. Úgyhogy ez lesz a következő lépés, illetve amit még kitaláltunk, hogy ha tényleg ez az április 23 lesz, akkor ott van mellette egyébként ez a
április 22 földnapja is, és arra gondoltunk itt Lucával, akivel ezt így erőteljesebben szervezzük, hogy hogy jó lenne egy ilyen föld napjához egy kicsit kapcsolódva, ilyen rajz... Az egész földet le kell festeni. Nem, hanem hogy ilyen rajzpályázat keretén belül a cuki gyerkőcök a különböző iskolákban festegetnének ilyen padokat a saját kis mintáikkal, hogy ők mit látnak a... vagy mit szeretnének, milyen mintás padokat szeretnének látni, és akkor ebből is lenne egy ilyen hát rajzpályázat jellegen valamiféle nyereményhirdetés, vagy eredményhirdetés, szóval egy eredményhirdetés, illetve hogy, hogyha már megnézzük, hogy milyen minták jönnek, de azokat is utána fel lehetne használni a festés során. Akkor az egy ilyen pacinező verseny. Hát valami ismény. Wow, ez de jó, pacinező verseny. És már van neve egyébként ennek a rendezvénynek? Ez egy nagyon jó kérdés. Most In Progress neve az, hogy Dolinkára fel. Nem tudom, majd a többiek még mit szólnak hozzá, de mi most ennek... Dolinkára fel? Dolinkára fel. Most ezen így egy kicsit megállapodtam. Ez lefele van, nem? Micsoda? Ez lefele van. Hogy lefele? Honnan nézed? Hát én fentről nézem. Mi ez a hozzáállás? Azt hitték, hogy a Dolina jelent sok szláv nyelven völgyet, a Dolinka pedig a becézett, becézett változata völgyecske. Völgyecske. Ugye? Oh. Völgyecske várososka. Mi meg a Google milyen okosak vagyunk összesen. Tök jó. Köszönjük szépen ezt a kommentet. Komment volt. Tök jó. Köszönjük tök szépen. Jó. Ja, úgyhogy én most jelen pillanatban... Jelen pillanatban ezt a nevet... Azt is kicserélem. Nem, de majd kiderül, hogy... Akkor Dolinkára fel, április 23-án. Nagyon szuper. Akkor minden info a Völgyváros Facebook oldalán, illetve a Roma Önkormányzat közvetítésével. Igen. Illetve még a Somlyóforgács lapokközösségi egyesülettel is. Ők is csatlakoztak? Ez egy kicsit nekem kimaradt ez a része. Szabina révén, igen. Szabina révén, értem, minden érthető. Hát akkor Dolinkára fel, és akkor várjuk a festeni és tenni vágyókat, akár akik valamivel támogatnák ezt a programot, vagy rendezvényt, vagy aki a munkával. De lesz olyan posztunk is, ami megszólítja a helyi vállalkozókat, cégeket ezzel kapcsolatban. Következő poszt ezzel kapcsolatban mikor várható, Nóri? Mikor figyeljék az emberek a Facebookunkat? Jövő héten? Abszolút, jövő hét elején. Jövő hét elején akkor nagyon záros határidő. Minden egyéb infó a Dolinkával kapcsolatban. Szuper!